Köszöntöm a kedves látogatókat és bentlakókat egyaránt, ismét egy nap, amikor nem sikerült felkelni ilyen kurva korán, nem a könyv, az órám azt mutatja, hogy már minden hajnal elmúlt, és ugye a hajnal előtt kellett volna ébredni, de én akkor még ébren voltam, úgyhogy egy röpke 3 órás alvás után már ki is pattant a szememmel. Az ifritek nem érnek rá, úgyhogy megint én teljesítem a kívánságokat helyettük. Nézzük, ki volt ma a kívánósunk. Természetesen kiküld dalt, kinek Modi küld egy jó kis dalt, azt írja, cső, szenszej, kérnék szépen egy dalt, ha lehetséges. Hogy ekkora viharban ne lenne lehetséges? Direkt itt írok, hogy ne lássa senki még véletlenül se rajtam kívül. Persze, hát még jó, hogy egy ilyen nagyon-nagyon fura kívánság lesz, főleg tőlem, mert nem a jól megszokott keménység és a masszív gitárriffek fognak dominálni, de szerintem jó választás. Sziltől kérem a Chris? Ez egy Freudi volt. A Kiss from a Rose című számot elsősorban küldeném ki másnak, mint a legaranyosabb, legcukibb, legaranyosabb hölgynek, hogy minimum olyan csodálatos legyen a napja, mint ő maga, és persze mindenki másnak is, aki szereti ezt a muzsikát, előre is köszi, és metál. Ezt én azt mondom, hogy mindenféle körülmények között már szinte hiányoltam is, hogy egy ilyen dal bekerüljön. Titokban megsúgom, hogy ez az én kedvenc Batman filmemnek a zenéje. Tudom, a Nolan féle Batmanhez képest ezek eltörpülnek, de én azért mégiscsak ez a régi vágású köcsög vagyok, az én kedvencem a mindörökké Batman, és arra gondoltam, hogy ha már You Could Be Mine, akkor legyen mellé egy You Could Be Mine, hogyha már Kiss by the Rose, akkor a Kiss from the Rose, akkor legyen egy Guns N' Roses You Could Be Mine, hogy azért mégiscsak maradjanak meg a gitár riffek mellé. Nem vagyok egy nagy Guns N' Roses rajongó, de szerintem a Batman mellé egy ilyen jó kis Terminátor még be fog férni. Úgyhogy elsősorban forogjon a legaranyosabb, legcukibb lánynak a Kiss from the Rose a Seal-től, és utána mindenkinek egy jó kis Terminátoros Guns N' Roses You Could Be Mine, hogy ne maradjanak ki a gitáriffek, és szerintem ezt a Modi nevébe küldöm én a hölgynek, mert őt lemerek fogadni, azért ő ezt akarja, tehát akkor még egyszer forogjon Seal, Kiss from the Rose és Guns N' Roses You Could Be Mine. Forogjon!